Hát rólam szerintem mindenki tudja, hogy egy optimista alkat vagyok, egy optimista ember. Szeretettel köszöntöm Tiszavasvári minden lakosát. Karácsony. A legszebb, legvártabb, legbékésebb ünnepünk. Ilyenkor kicsit elcsendesedik körülöttünk a világ, jobban odafigyelünk egymásra, megajándékozzuk rokonainkat, szeretteinket. Az utóbbi években úgy tűnik, hogy az ajándékozás irányába tolódott el jobban ez a tevékenységünk, pedig az igazi ajándék nem a karácsonyfa alatt van díszes csomagba kötve, nem látható, mert a szívünkben hordjuk. A szívünkben élő szeretet, jóság, békesség, megbocsátás az az igazi ajándék, amit egymásnak adhatunk. Emlékszem, hogy gyermekkoromban én is nagyon vártam, hogy milyen ajándék van a karácsonyfa alatt, és biztosan nagyon csalódott lettem volna, hogyha semmit nem kapok. És mégis most visszagondolva, úgy tűnik, hogy az összes ajándékot elfelejtettem, hogy mit kaptam, egyáltalán nem jut eszembe semmi, pedig annak idején biztosan nagyon örültem neki. Eszembe jut viszont a várakozás, a készülődés meghitt öröme, a nagymama receptje által készített szaloncukor, amit mi gyerekek csomagoltunk be gondosan kisimogatott fényes taniol papírba. És emlékszem arra is, hogy egyetlen karácsony sem múlhatott el anélkül, hogy ne hívtuk volna meg a közelben lakó magányos idős nénit, akinek már egyetlen élő rokona sem volt. Én úgy gondolom, hogy ezek a dolgok teszik igazán ünneppé, széppé a karácsonyt, és erre, ezekre a dolgokra tudunk visszaemlékezni hosszú évek múlva is örömmel, békességgel. Én azt kívánom, hogy az önök számára ez a karácsony olyan legyen, hogy hosszú évek múlva is boldogan, örömmel emlékezhessenek vissza rá. Legyen az ünnep csendes, mint szívünk dobbanása. Legyen békés, mint a hó hullása. Legyen szép, mint a gyertya ragyogása. És legyen vidám, mint a gyermek kacagása. Áldott, békés, boldog karácsony kívánok mindenkinek!